sziasztok! A Mancsvár című műsort látjátok, én pedig Panzaris Diana vagyok. Ő a műsorvezető társam, Maxim. Ismét sok érdekes témával készültünk, lássuk a kis ízelítőt. Szemtől szemben a vaddisznóval. Kutyafuttában. Madártartás. Egy életre szóló döntés. Ha az állatok beszélni tudnának, valószínűleg sokan megmondanák, hogy mi a véleményük rólunk. De szerencsére az állatmentő liga tagjai nem lustálkodnak. Most egy vaddisznó segítségére siettek. Lássuk, mi lett a vége a mentő akciónak. Egy Pest megyei gyártelepen bukkantak rá a járókelők egy vaddisznóra egy 2 méter mély betonteknőben. 3 nap után érkezett a bejelentés az állatmentő liga felé, miután már a fémből készített pallóval is kudarcot vallottak. Állatmentők testhez állónak érezték a feladatot, ezért felszedtek és a helyszínre érve ők is építettek egy pallót a kocának. Sajnos hiába. A koca az úgy döntött, hogy felborít mindent, pallóstól mindenestül, úgyhogy próbáltunk lemászni hozzá, akkor támadott, úgyhogy a végső az lett, hogy még egy kollégánkat kihívtunk, aki asztalos, és ő a helyszínen egy komolyabb pallót épített, amit a koca ismét úgy döntött, hogy ezt őnek is szét kell vernie. Ilyen esetekben egyébként nem ritka az, hogy kilövik az állatot. Az állatmentők legvégső esetben elaltatták volna a vaddisznót, hogy ki tudják szedni. De erre szerencsére nem került sor, mert végül egy hurkos megoldással le tudtak nyúlni. A hurkot rátették az állat nyakára, és egy hajókötelet is helyeztek a hasa alá, hogy meg tudják őt emelni. A koca akkor már nagyon ki volt fáradva, a mentés ugyanis már majdnem 5 órája zajlott. Nem veszélytelenül. Farkas szemet néztünk vele a pusztában, hogy még menekülni se tudtunk sem erre. Kollégáink mindenféle botokat hoztak, hogy akkor azzal így maguk elé tették, mert ugye ez az állat, hogyha megharap, egy alartériát ér, akkor a mentő se ér ki, mire elvérzik ott az ember. Én meg szembeálltam a vadkocával, a befogóruddal, és nem tudtam, hogy mit csinálják. Kattogtatta a fogait folyamatosan. Nagyon félelmetes volt. A vaddisznót nem hiába hívják bősz állatnak. Mozdulatai hiába tűnnek lomhának és esetlennek, igen gyorsak és hevesek. Az ember legnagyobb csodálkozására néha olyan bozóton is áttörnek, amelyen semmiféle más állat nem volna képes. Kitűnően úsznak és rendkívül nagy távolságokat tudnak megtenni. Vaddisznók minden körülöttük történő dologra figyelnek és igen óvatosak. Gyávának azonban semmiképp nem mondhatók. Erejük és természetadta fegyvereik nagy magabiztosságra adnak okot. Látásuk gyenge, hallásuk és szaglásuk azonban kitűnő. 500-600 lépésről megérzik az embert. Ha nyugodtan elmegyünk mellette, akkor nem vesz rólunk tudomást. Ha viszont ingereljük, akkor képes nekünk támadni. Hát egy jó 5 perces táncikálás után végül is úgy döntöttem, hogy lazítok a hurkon, és lesz, ami lesz. Hát úgy döntött, hogy inkább ő elmegy, úgyhogy végigkísértük ott kocsival az erdőig, és bevonult az erdőbe. Talán csak véletlen szerencse, hogy a vaddisznó inkább az erdő felé vezető utat választotta. De az is lehet, hogy mindössze hálából kegyelmezett meg kiszabadítóinak.
Sportolni nem csak az emberek szoktak, hanem a kutyák is. Országos bajnokságon sem csak mi indulhatunk, hanem az ilyen izgőmozgó állatok is, mint Maxim. Lássuk, hogyan alakult az idei Agility országos bajnokság. Egy nem mindennapi esemény miatt gyűltek össze itt Szigetszent Miklóson kicsik és nagyok, fajtatiszták és keverékkutyusok, ma is persze a gazdik. Mindannyian arra vártak, hogy elkezdődjön az országos Agility bajnokság. Idén is több kategóriában indulhattak a versenyzők, miniben, midiben és maxiban. Mindössze 8 perc állt a gazdik rendelkezésére, hogy bejárják és megtanulják a pályák útvonalát, ami nem is olyan sok idő. Az elején még nehéz ezt a 8 percet tartani, hiszen ugye sok mindenre kell figyelni ilyenkor, tehát hogy hova helyezik a kutyát, illetve magának a pályának a megjegyzése is. Elég sok erőt vesz igénybe, de aztán bele lehet jönni ebbe a 8 percbe. Ezt a sportot szinte kortól függetlenül végezhetik a kutyák. Amikor az izületeik és a csontozatuk már kifejlődtek, akkor válnak alkalmassá erre a mozgásformára. De ha valaki 5-6 éves kutyájával kapna kedvet hozzá, az se keseredjen el, mert még nincs lekésve. Nagyon sokféle kutya megtanítható erre. A világversenyeken a leggyakoribb a Moody, de nálunk itthon a nagyobb testű kutyák között a magyar vizsla is nagyon szép eredményeket tud elérni. Kisebb kategóriákban, mini-midi kategóriában, nagyon sok terrierfajta, uszkárok, sheltik, pireneusik, siperke. Én azt mondanám, hogy tulajdonképpen észbeli korlát nincsen, a fizikai felépítés azért számít. Tehát egy nagy testű kutya, mondjuk egy 30-40 kilós kutya értelemszerűen nem tud olyan gyorsan agilitizni, mint mondjuk egy 16-20 kilós könnyebb kutya. Az Agility egyébként Angliából indult. Először egy kutyakiállításon fogalmazódott meg az ötlet, hogy a közönséget díjugratással is szórakoztassák. Különféle akadályelemeket kellett átugraniuk. A bemutató pedig annyira jól sikerült, hogy később önálló sportággá nőtte ki magát. Minden kutyának nagy öröm, hogy a gazdia ennyit foglalkozik vele. A mentett kutyákról nem is beszélve, hiszen ők is szép számban vettek részt a versenyen. Vannak keverék kutyáink, és azt hiszem, hogy volt egy olyan kutya is a versenyen, aki drogcsempészek használták, és így mentették meg. Tehát, hogy vannak menhelyi kutyáink, keverék kutyáink is, igen. Bírók feladata már a verseny előtt elkezdődik, ők tervezik meg ugyanis a pályát. Eldöntik, hová helyezik el a különféle akadályokat, ami lehet palánk, palló, hinta, fal, karika, asztal, kukac, zsák vagy szlalom. A futam akkor indul, amikor a versenyző belép a területre. Egy fotocella méri az időt. A rangsor egyrészt a futott idő alapján alakul, másrészt pedig az szerint, hogy milyen hibapontok születnek. Például a legszembetűnőbb, hogyha egy ugró akadály lever a kutya, ugye lekerül a léc a földre, ez egy 5 pontos hiba, de lehet olyan is, amikor nem ugorja meg elsőre, elszalad mellette, akkor az megtagadás, amiből a 3 összegyűlik egy pályán belül, akkor ki kell zárni sajnos a versenyzőt, illetve lehet pályatévesztésből eredő kizárás, amikor mondjuk a 2-es akadály után nem a 3-ast ugorja meg, hanem a 4-est.
Rudos Péter birkózónak szinte minden percét a sport tölti ki, mégsem gondolt még arra, hogy kutyájával elkezdjen egilitizni. Pedig Dexternek kis termet ellenére sok adottsága megvan hozzá, például a gyorsasága. Ritkán szoktam elengedni, mert ha elengedem, akkor még én se érem utol. Olyan gyors, mint a rakéta, de igazából egy ilyen pár percet tud futni gyorsan, de utána azért ő is elfárad, mert azért kiskutya. De nagyon-nagyon mozgékony és nagyon virgonc kiskutya. Péter tagja az Állatmentő Ligának is. Bár menteni még nem volt alkalma, de szeretné, ha ez a jövőben majd megváltozna. Kutyájával igyekszik sokat foglalkozni, de amikor edzőtáborban van, nagyon hiányzik neki. Ilyenkor mennyasszonya vagy a szomszéd vigyáz rá, ahol jó kezekben van. Nagyon furcsa, de tényleg én nem gondoltam volna, hogy ennyire közel tud kerülni egy kutya gazdájához, mert tényleg olyan, hogyha valami fáj, vagy valami problémánk van, ha rossz kedvünk van, neki is rossz kedve van, ha jó kedvünk van, ő is boldog. Tényleg olyan, hogy mondjuk fáj a derekam edzés után, lefekszek a hasamra, és egyből ráfekszik a derekamra, mintha érezné, hogy ott fáj. Egiliti közben is sok mindent megéreznek a kutyák. Például, ha rontanak, a hangulatuk is szomorúbb. És akárcsak az emberek, ők is levezetik a feszültséget. Mi mással, mint az ugatással. Nekem 4 saját kutyám van, amiből 2 versenyzett most. Egy már idős, a másik az nagyon fiatal. És a 2 versenyző, ők az egyik maxi kategóriába indult, a másik pedig mini kategóriába. Az eredményhirdetés előtt a kutyák egy önfelett játékba kezdtek a pályán, hogy kipihenjék a verseny fáradalmait. A gazdik pedig megosztották tapasztalataikat és latolgatták az esélyeiket. Szerencsére nem kellett sokat várniuk. Második helyen végzett Eiffert Anna Neviana. És az utam győztes rádiremek a Jamal. Rebecca, aki maxi kategóriában lett első, alig hitt a fülének. Egyáltalán nem számított a győzelemre, ahogy kutyusa sem, úgyhogy mindkettőjük számára nagy volt az öröm, amikor átvették a jutalmat. Eléggé boldogok szoktak lenni, de hát nyilván a mi viselkedésünket azt sugározzák vissza, úgyhogy szerintem igazából mindezt csak azért érzik, mert hogy ugye mi is azt közvetítjük felé, hogy egyébként is megdicsérjük őket, de hogyha jól futnak, akkor aztán nagyon megdicsérjük őket. Persze az igazán jó kutya-gazdi kapcsolat nem egy versenyen múlik, hanem inkább a mindennapos törődésen és a közösen eltöltött vidám perceken. Lehet az egy kis játék, egy ölelés, egy fürdetés, vagy éppenséggel egy síta a szabadban. Ezekért a pillanatokért éri meg kutyának születni, és persze gazdinak lenni. Sokan szeretnének egy madarat az otthonukba, az állattartás azonban felelősséggel jár. Nem csak az élelemről, az itatóról és a kalitkáról kell gondoskodni, hanem a megfelelő orvosi ellátásról is. És persze az is fontos, hogy ezek a madárkák társaságban legyenek, és nagyon szeressük őket. Keresve se találnánk jobb helyet ennél a boltnál ahhoz, hogy vásárlás előtt megfelelően tájékozódni tudjunk a kisállatokról. Dr. Kovács Katalin állatorvos több mint 30 éve van a szakmában. A madarakkal való törődés a szenvedélyévé vált. Édesapja, aki 4 éves korában kapta meg első madarát, szintén ennek szentelte életét. Az élet spontán természetességgel alakította a bolt különleges történetét. Édesapám a háború alatt munkaszolgálatban volt 2,5 évig, és ez alatt a felesége, édesanyám volt, aki átmentette neki a madarászatot, és minden egyes levélváltásukban beszámolt arról, hogy itthon hány fióka, vagy hány elhullás, vagy milyen élmények történtek a madarak körében, hiszen apukámnak ez
ott kint is nagy megkönnyebbülés jelentett, hogy a madarai azért megvannak. Számtalan madár közül választhatunk, és számtalan szempont van, amit figyelembe kell vennünk, mielőtt meghozzuk döntésünket. A nagyobb testű madarak hajlamosak arra, hogy kitépkedjék saját tollukat, hogyha magányosak. Ezért őket főként otthonülő vagy családos embereknek javasolják. Ha beszédre szeretnénk tanítani kedvencünket, válasszunk jákót, hullámos vagy nimfa papagájt. Sokan azt szoktuk mondani, hogy a madarak beszélnek, de ez pontosan mit jelent? Egy hullámos papagáj, amit én nem becsülök le, mert tündéri aranyos, nekem mindig is voltak szelíd kis hullámosaim, hogy mire képes 300 szóig megtanul beszélni. Na most 300 szó, én szeretném, ha mai diákok 300 szóval beszélnének. De ez egy olyan nagy szókincset jelent egy ilyen pici kis madárnak, amit nem is használnak nagyon ki a gazdik, mert azt hiszik, hogyha tud köszönni, ha elmondja a nevét, ez már kimeríti a képességeit. Nimfa papagájoknál volt nem egy, amelyik a talpra magyart végig elmondta. Persze jól esik azt mondani, hogy a madarak beszélnek, de ez valójában csak hangutánzás, ami később már reflexszerűen működik. Egyébként nagyon hamar részt tudnak venni a család mindennapi életében. Amikor terítünk, akkor már ott vannak az asztal sarkán, vagy ha leülünk tévét nézni, egyből odaröppennek a vállunkra. Végül is nem várhatjuk el tőlük, hogy egész nap a kalitkában legyenek. Nem is tenne jót nekik. A madártartásnak az alapvető feltételeit, most gondolok a tárgyi környezetre, felszerelésre, mennyi az a minimális időráfordítás, amelyre szükség van ahhoz, hogy ez ideálisan meg tudjon valósulni. Minden javasolt. Én ezt szoktam mondani. Egy dolog a lényeg, hogy aki arra szánja magát, hogy egy társat vesz magához, az társat vegyen. Szóval ne egy állatot, amit berakok egy ketrecbe, ami jól mutat a tapéta előtt, hanem egy társat. Na most ebben én úgy vélem, hogy az van benne, hogy időt szakítok rá, figyelmet fordítok rá, és próbálom az igényeit felmérni, és azt teljesíteni. A legfontosabb igényük az, hogy kinyújtóztathassák szárnyaikat. Ezért minimum akkora kalitkát kell nekik vásárolni, amiben mindkét szárnyukat kényelmesen ki tudják nyújtani. Fontos az is, hogy ne rudazzuk túl a kalitkát, mert akkor nem tudnak benne röpülni, csak mászni. Etetőt, itatót, mindig olyat, amit a madár könnyen megtalál, amiből könnyen kiveszi a magokat, amiben nem akad fent a mag, és ez akkor már megszabja, hogy melyik madárhoz miért tudunk, mert ami a pintnek, kanárinak sok-sok apró magból van összeállítva, ugyanis a magkeverék megfelel egy önetető, addig a papagájnak nem, mert a zabasz hosszú szemű és fönnakad. És a gazdi oda néz, hogy ó, még tele van az etetője, igen ám, de alul már semmi nincs. Ezek tehát egy jó gazdi ismérvei. A lényeg, hogy ne felejtsük el, az idő és a törődés mindkét részről igény. Nem csak a gazdi szeretné, hogy beszéljen a madara, az állat is elvárja, hogy etessék, itassák, takarítsák, és néha szabadon engedjék. Az természetes, hogy mi emberek olykor náthásak vagy influenzásak leszünk, és az is természetes, hogy néha az állatok is megbetegszenek. Ugye, Maxim, te is voltál már beteg. És ilyenkor szeretnénk megadni az állatainknak is a legjobb orvosi ellátást, akár csak magunknak. Ebben a kisállatkórházban egzotikus állatok gyógyászatával foglalkoznak. Sokan nem tudják, hogy nem csak a hüllők és a kétéltűek számítanak egzotikus állatnak, hanem olyan kisemlősök is, mint például a nyúl.
A leggyakoribb betegségek a nyulaknál fogászati jellegűek. Ez lehet genetikai eredetű, de hátterében a rossz takarmányozás is állhat. Kevesen tudják ugyanis, hogy a nyusziknak rozsdús táplálékra van szükségük, ez pedig a széna biztosítja számukra. Egy nyuszinak annyi szénát kell megennie egy nap, amekkora ő maga. A száraz kenyér és a magvak pedig tiltó listán vannak. A nyusziknak a metszőfúk és a hátsó örlőfúk folyamatosan nő, hetente akár 1-2 mm-t is. Ezért is fontos a folyamatos koptatás. A nyulaknak a metszőfoga az ugye azt a funkciót látja el, hogy levágják a füvet, amikor legelnek, és úgy kerül be a szájukba. Egy fog, hogyha tönkre megy, és túlnő, és teljesen megvastagszik, és eltorzul, akkor ezt a funkcióját nem képes ellátni. Innentől kezdve a nyúl az az ajkaival fogja fölvenni a táplálékot, és nem pedig a metszőfogaival. Ilyenkor a metszőfogak funkciójukat vesztik, ezért szokták javasolni a fokhúzást. Bár azok megtesznek, a legtöbb fogászati betegséget nem lehet teljesen meggyógyítani, csak tünetmentessé tenni. Jakab nyuszinak nem volt választása. Azonnali műtétre szorult. Foglyokért tájogja, benne van a kötött, közlekedik az orrával. Magyarul bármit, amit csinálok, abból folyik váladék az orrám. És nyulak nem tudnak a szájukon levegőt kapni, csak az orrukon, és ezért kapnak ilyen nehezen levegőt. De hogy mi lesz Jakab nyuszival, kiderül a következő adásunkból. Maxim és én egy kis játékra invitálunk benneteket. Küldjétek el kedvenceitekről készült legjobb vicces videófelvételeiteket, és a legjobbakat nem csak bemutatjuk, hanem jutalmazni is fogjuk. Az alábbi címre várjuk a videófelvételeket, mancsvar@mancsvar.com. És te feledjétek, minden állatnak kell egy mancsvár. Ez volt a Mancsvár. Sziasztok! A műsor támogatója a Fresne Hungária Kft. A műsor fő támogatója a Fitaktív termékek hazai forgalmazója a Panzipet Kft.